Halleluja. Hányatoknak van itt a Bibliátok? Emeljük fel jó magasra, és valljuk meg, hogy ez itt az én Bibliám. És én az vagyok, amit Isten igyen mond rólam. Mindaz megvan nekem. Amit Isten igyen mond, hogy megvan nekem. Mindazt meg tudom tenni. Amit Isten igyen mond, hogy meg tudom tenni. Ma tanulni fogok Isten igéből, ezért bátran kijelentem, hogy az elmém nyitott, és a szívem befogadó, és többé nem maradok ugyanilyen, hanem elváltozom az Úr Jézus ábrázatára. Amen, amen, halleluja, halleluja, halleluja. Ha itt van a Bibliátok, kérlek, hogy lapozzatok el a Lukács evangélium 4. fejezetére. Az Úr fölhozott innen is egy részt, és nagyon jó helyzetben vagyok, mert az Úr mutatott egy csomó dolgot, amit szeretne, hogy elhangozzon, és hiszem, hogy ez meg is fog történni a Jézus nevében. És köszönöm, hogy ő ad kiejtést. Kérlek, hogy legyetek egy akaraton. Nagyon erőteljesen szeretnék arra figyelni, hogy időbe tudjam befejezni, úgyhogy legyetek egy akaraton, hogy jöjjön elő mindaz, aminek kell, és amikor meg vége van, akkor az Úr ezt jelezze, hogy vegyem észre. Halleluja, szeretnék erre figyelni, de nem szeretném semmilyenképpen kötésekbe helyezni a Szent Szellemet. Szeretném, hogy ő tudjon munkálkodni szabadon közöttünk. Halleluja, tehát hogyha Lukács 4-ben vagyunk, akkor a 18-as verstől Jézus olvasta fel ezeket a szavakat, és azt mondta, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam. Mivel, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Halleluja. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus ezt meg is tette, és voltak idők, amikor elküldött apostolokat, és adott nekik erőt és hatalmat, hogy végezzék azt a munkát, amire őt Isten elhívta. Mi most pedig a Krisztus testét mindannyian együtt alkotjuk, és ezek az elhívások, ezek most már minket is illetnek, és ezek a kenetek ott vannak fölöttünk, hogy ezeket a munkákat elvégezzük, és most így az Úr mutatta, hogy ezek közül a feladatok közül, amikre Isten felkente Jézust, az első az volt, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse. Halleluja, hogy a szegényeknek hirdessük az evangéliumot, ezért a továbbiakban is szeretnénk erre nagy hangsúlyt fektetni. Elküldött, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsam. Hálát adok Istennek, hogy akárki, akár mennyire van megsebezve a szívébe egyedül ő, de ő viszont meg tudja gyógyítani őket. Halleluja. Be tud minden sebet gyógyítani. És erre kérem őt, hogy ezt tegye meg, mert ezt más nem tudja. Ezt csak a szavak nem tudják megtenni, ehhez szükség van rá, ő viszont meg tudja tenni. Halleluja. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Halleluja. Hirdetjük a foglyoknak a szabadulást. Nagyon sokszor ezek a foglyok nem föltétlen csak azok a foglyok, akik a világban vannak, és az ördög által meg vannak kötözve. Láttatok már olyan keresztényeket, akik szintén meg vannak kötözve? Különböző magaslatok, kötések, törvények, különböző dolgok, amik a meg nem újult elménk miatt sajnos az ördög meg tud kötözni bennünket, és Jézus ezért jött, hogy megszabadítsa a megkötözötteket. És hisszük azt, hogy ő ezt meg is teszi, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, a vakok szemeinek megnyílását. Ugye tudjuk azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol az ördög jelen van, és ő neki az egyik ismerve a megtévesztés. Tudjátok, hogy valakin látsz egy bőrkabátot, hogyha távolról van, még elhiheted, hogy ez bőr, de igazából ma már az a helyzet, hogy a világ tele van hamisítvánnyal. Már azok az épületek, amik kívülről téglának tűnnek, azok nem téglából készültek. A manapság már szinte semmi nem az, mint aminek látszik, és ez nem csak a fizikai világban van így. Tudjátok, hogy az embernek a hajaszínét megnézitek, a legtöbb hölgynek a hajaszínét már nem az, mint ami igazából.
Manapság már a szemünk színét is egy kontaktlencsével egy pillanat alatt meg lehet változtatni. Olyan sok mindent meg lehet változtatni, ami így nem tetszik, és egy olyan képet tudunk festeni, ami valójában nem igaz. És ez azért van így, mert sajnos a szellemi világban is ez van, hogy van az igaz evangélium, és tudjuk azt nagyon jól, hogy van nagyon sok hamisítvány. Van az igaz ige, és van az, amit elforgatott, kiforgatott, kicsavart az ördög, és vannak hamisítványok. Ez van szellembe is, és az ördögnek az a trükkje, ugye tudjuk, hogy ennek az egyik legnagyobb csatornája a tévé, hogy hogy valóság hülyen állítja be a dolgokat, és annyira valóságosnak tűnnek a dolgok, hogy az emberek elhiszik, de nagyon fontos az, hogy mi meggyőződjünk arról, hogy ebből mi az igaz, és hogy mi az igazság, és hányan tudjuk, hogy mi az igazság. Isten igéje az igazság, ő az út, az igazság és az élet. Halleluja, úgyhogy nekünk fontos az, hogy Isten nyissa meg a szemeinket, hogyha bármivel az ördög meg akar téveszteni, akkor ez a megtévesztés, ez eltűnjön a szemünk elől, és tisztán lássuk az igét, tisztán lássuk azt, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, tudjunk választást tenni ezek között, és tudjunk tovább menni, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Halleluja, hogy azokat, akiket lesújtottak, azokat az Úr szabadon akarja bocsátani, és mi vagyunk többek között az eszköze. Isten akar erre használni bennünket. Emlékszem Kenneth Hagin egyik prédikációjára, valamelyik könyvébe olvastam, azt hiszem, hogy egy nagy megértést kapott Jézustól, amikor az Úr foglalkozott vele, hogy amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, akkor ugye mondta, hogy gördítsétek el a követ, elgördítették a követ, ezt is az embereknek kellett megtenni, és utána pedig mondta nekik, hogy ugye mondta, hogy Lázár jöjj ki, és Lázár kijött, de azt írja az ige, hogy a kezein és a lábain kötelékekkel. És akkor utána azt mondta, hogy menjetek és oldozzátok előtt. És ez is valami, amit nekünk kell megtenni. Amikor az Úr feltámaszt halott helyzeteket, kihoz reménytelennek látszó helyzetekből embereket, és akkor azt mondja, hogy menjetek és oldozzátok fel. Halleluja. Hányan hiszitek, hogy ebben van egy kis részünk, hogy Isten ebben használni akar, hogy azokat, akik meg vannak kötözve, azok, akik le vannak sújtva, hogy azokat felemeljük, hogy szabadon bocsássuk, és hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Halleluja. Ez nagyon csodálatos dolog, hogy Isten kegyelmének az esztendeje alatt élünk, hogy Isten kegyelme alatt élünk, hogy a kegyelem időszaka alatt élünk, hogy ez a kegyelem éve, és ez nagyon sok mindent jelent, és erről nagyon sokat lehetne beszélni, de nagyon tömören, csak hogy legyen egy összehasonlítási alapunk, hogy amikor az emberek az Ószövetség ideje alatt éltek, tudjátok, amikor kijöttek a zsidók Egyiptomból, és akkor jöttek, és ugye vándoroltak a pusztába, miután megkapták a törvényeket, akkor volt, hogy az emberek elkezdtek különböző dolgokat tenni, például aranyborjút öntöttek maguknak, és azt imádták, és akkor ezért bajba kerültek. Volt, amikor a nép elkezdett paráználkodni, és tudjuk, hogy elvesztek egy napon 23 ezeren. Volt, akik Mózes és Áron ellen fölnyitották a szájukat, és megnyílt a föld, és zuty, mentek lefele. Ez azt jelentette, hogy abban az időben, hogyha valaki megtörte a törvényt, megtörte azt, amit Isten mondta, hogy na erre vigyázzatok, jött rögtön egy ítélet. Volt, hogy tűz szállt le a mennyből, és megemésztette őket. Tudjátok, amikor Illés szólt, az emberek azonnal meghaltak. Ha most abban az időben lennénk, ezekre a dolgokra különösen oda kellene figyeljünk, de a kegyelem ideje alatt élünk, ami azt jelenti, hogy ha az ember el is rontja, A dolgok most is úgy vannak, hogy amit Isten szeretne, hogy megtegyünk, azt szeretné, hogy megtegyük, amit meggyűlöl, vagy nem szeretné, hogy megtegyük, azt nem kéne megtegyük, de ha mégis olyanokat teszünk, amit ő mondja, hogy ezt kerüljük el, ezt ne tegyük, akkor a kegyelem ideje azt jelenti, hogy nem esünk egyből le a pokolba, nem jön egyből ránk az ítélet, Isten ad időt, ad hozzá kegyelmet, hogy ebből meg tudjunk térni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nem hagyja, hogy feljebb legyünk megkísértve, mint amit el tudnánk szenvedni. Mit jelent ez, hogy el tudnánk szenvedni? Mint amivel szembe tudnál nézni, mint amit le tudnál győzni, sőt azt mondja az ige, hogy a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megadja. Van egy kiút, mindig jön egy probléma az életedbe, de jön vele együtt a kiút. Vele együtt ott van a kiút, és nekünk csak egy dolgunk van, hogy megtaláljuk ezt a kiútat. És az ige azt mondja, hogy aki keres, az talál. Ezért nagyon jó, hogyha nem kifogásokat hozunk, hogy miért vagyok itt már ennyi vagy annyi ideje, hanem keressük a kiútat, hol van a kiút, hogy tudok kijönni ebből, mert biztos, hogy ki tudok jönni, mert ha nem tudnál kijönni, Isten nem engedte volna, hogy belekerüljél ebbe a helyzetbe. Ha tudnál, hogy ez nagyobb, mint amivel el tudsz bánni,
akkor nem engedte volna, hogy ez az utadba jöjjön. Önmagában az, hogy jön egy helyzet, amivel szembe kell nézél, amivel találkoztál, ez azt jelenti, hogy te ezt le tudod győzni. Amen. Halleluja. Nagyon sokszor érezzük úgy, hogy nem, én ezt nem tudom megtenni, én ebből nem tudok kijönni, én ezt nem tudom. Higgyük az igét. Amen. Az ige azt mondja, hogy le tudod. Az ige azt mondja, hogy amikor erőtlen vagy, akkor vagy erős. Halleluja. És egy idő után, főleg, hogyha valaki nem egy új keresztény, hanem már egy jó ideje az Úrban jársz, akkor rá ébredsz egy idő után, hogy te önmagadba az élet helyzeteivel szemben nem mindig vagy elég, szükséged van egy kis felső segítségre, és hogy ő nélküle elvesztünk, de vele nagyon is szembe tudunk nézni bármivel. És nagyon sokszor találhatod magad hívő létedre olyan helyzetben, amikor azt veszed észre, hogy hú, ezzel nem tudok mit kezdeni, nem tudom, hogy itt mi lesz, én gyenge vagyok, ezt nem tudom megoldani. Isten gyönyörködik az ilyen helyzetekben. És hogyha mi megújítjuk az elménket, és ahelyett, hogy ilyenkor sírnánk, és magunk alatt lennénk, és sajnáltatnánk magunkat, ahelyett azt mondanánk, hogy Uram, azt mondtad az igédben, hogy amikor erőtlen vagyok, és gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor jön elő az az erő, ami bennem van. És hagynád, hogy ez az erő vigyen. Olyan, mint amikor így ráfekszel a vízen egy matracra, hogyha nem tudom, hogyha úsztál már egy tengerbe, vagy egy tóba, ami így jó hosszú, és jól beúsztál, akkor idő kell, még kiérsz, és hogyha elfáradsz, és lenne egy ilyen matrac a közeledbe, akkor mindegy, hogy milyen mély alattad a víz, fölfekszel, és teljesen könnyedén ott lebegsz a víz színén. És ugyanez van, hogyha meg tudod tenni azt, hogy rábízod magad Isten kegyelmére, hogy az ő kegyelme elég neked. Halleluja. Hányan hisztek, hogy elég nekünk az ő kegyelme? Nincs szükségem többre, az ő kegyelme az bőven elég. Viszont az ő kegyelmében hinned kell, hogy ott van az ő kegyelme, hogy ő ki fog hozni téged az ő kegyelméből, az ő jóságából, és ez csodálatos lesz. Halleluja. A Zsoltárok könyvére kérlek, hogy lapozzunk el. És azt hiszem, hogy az 58-as Zsoltárra. Bocsánatot kérek, 57-es Zsoltár. És az első verstől nézzük meg, így szól, hogy könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. Hányan tanultuk ezt meg, hogy amikor veszedelem van, amikor probléma van, akkor nem elfordulni kell Istentől, hanem odafordulni még inkább, hogy amikor jön a baj, akkor nem teszel azzal jót, hogy elkezded Istent szidni, azt kérdezni magadtól, hogy miért történik ez velem, miért pont velem, hol vagy Istenem. Nagyon sokszor egyébként, amikor visszatekintünk, akkor igenis erőteljesen ott van az Úr, és nem tudom, hogy ha ismeritek, van ez az Úrnak ez a szolgája, aki a Reinhard Bonnke-nek az utódja most már így hivatalosan is, a Daniel Kolanda, és van neki egy könyv, amit meg lehet vásárolni keresztény könyvesboltokban is, hogy Kiút a pusztaságból, azt hiszem valami ilyesmi címe van, és nagyon-nagyon jó ez. Egy ilyen kis vékony kis könyvecske, és nagyon jó dolgokat ír le, többek között ilyenekről ír, és sokat tanít erről, hogy miközben benne vagy a viharba, vagy szellemi sivatagba vagy, sokan ellenállnak ennek a sivatagnak, nem akarnak ott lenni, de ez a sivatag, ez nélkülözhetetlen, és ezen keresztül kell menni. És ezt a sivatagot Isten akarja használni az életünkbe. És én is rájöttem, hogy én mostanig nem akartam a sivatagba lenni egy kicsit se, én nem akartam, hogy bármennyit is tapasztaljak ebből, de miközben az ember keresztül megy ezeken a szellemi sivatagokon, pusztaságokon, mint ahogy Izrael, amikor kihozta Isten Egyiptomból, keresztül kellett menjenek a pusztaságon, hogy be tudjanak menni az ígéret földjére, és mivel nem volt jó a hozzáállásuk a pusztaságban, ezért ott kellett körözzenek, és újra és újra és újra és újra és év után ott köröztek, mert nem volt jó a hozzáállásuk a pusztaság iránt. És én is így voltam, én nem szeretek szenvedni, én nem szeretek
fájdalmat érezni, kellemetlen helyzetbe kerülni, Isten pedig fel akar bennünket készíteni. Hányan hallottátok, hogy az ő katonái vagyunk? Az ő katonái nem a fotelba kapják a kiképzést, és nem az agyunkba töltünk le egy-egy programot, és akkor most már mindent tudunk, hanem élethelyzeteken keresztül akar Isten bennünket felkészíteni arra, hogy birtokba tudjuk venni az áldásokat, hogy be tudjunk menni a Kánaán földjére. Szívből tudom ajánlani ezt a kis könyvet, keressétek meg, hogy van kiút, vagy kiút a pusztaságból, valami ilyesmi címe van, hogyha nem pontosan mondtam, akkor elnézést kérek, de meg fogjátok találni. Nem sok magyar nyelvű könyve van neki, úgyhogy könnyű lesz megtalálni. És nagyon fontos, hogy könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékában menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. Nagyon sokat segít, amikor nehéz helyzetben vagy, akkor fordulj oda az Úrhoz, vedd elő a Bibliádat, kérdezd az Urat, mondd el neki, hogy mi a problémád, mondjad, hogy bízol benne, és hiszed, hogy ő az, aki meg fog szabadítani téged, fordulj hozzá, ne elfordulj tőle. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Halleluja! Hányan hiszitek ezt, hogy Isten jót végez felőlünk? Istennek jó tervei vannak az életedre. Isten ki akar hozni téged, meg akar szabadítani, meg akar gyógyítani, fel akar emelni. Ő jót tervez felőled. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt, Szela. Elküldi Isten az ő kegyelmét és igazságát. Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádok között fekszem, emberek fiai között, akiknek foguk dárda és nyilak, nyelvük pedig éles szabja. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedt, vermet ástak én előttem, de ők estek abba, Szejla. Megingathatatlan az én szívem, ó Isten, megingathatatlan az én szívem. Mekkora kincs ez, hogyha eljutottál odáig, hogy a szíved megingathatatlan, hogy fújhat a szél, jöhet az árvíz, elveszíthetsz dolgokat, történhetnek veled olyan dolgok, amiket nem tudod, hogy miért voltak. Nagyon sok ember elfordul, meghal valamelyik családtagja, és nem érti, miért kellett ez történjen, Istenem, miért hagytad, és elfordulnak Istentől. És utána megnézhetik magukat, amiket még ezek után keresztül kell menjenek, főleg azért, mert elfordultak Istentől. Hányan vagytok úgy, hogy megingathatatlan a te szíved? Mindegy, hogy mi történik. Mindegy, hogy min kell keresztül menjek. Egy dolgot eldöntöttem, hogy én őt fogom követni. Én ő benne fogok bízni. Ő az én uram, ő az én oltalmam, ő az én váram, és én ebből nem fogok engedni soha senki kedvéért. Én ő benne bízom. Halleluja. Én hiszek benne. Mindegy, hogy mi történik. Mindegy, hogyha történnek olyan dolgok velem, amiket nem értek. Nem tudom, hogy miért kellett ez megtörténjen. Miért pont velünk? Miért pont a mi egyházunkkal? Miért pont velem? Egy dolog biztos. Senki nem szakíthat el Istentől és az ő szerelmétől. Amen. Hányan hiszitek ezt, hogy senki, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el. Senki nem szakaszthat el. Megingathatatlan az én lelkem, Uram. Halleluja. Hányan döntöttétek el, hogy én ő benne bízok, én ő benne hiszek. És amikor könnyes a szemed, mert nem érted, hogy miért történt ez, hogy miért kellett ezen vagy azon keresztül menjél, akkor lehet, hogy néha vannak olyan dolgok, amiket az Úrra kell bízzál. Egyszer hallottam egy pásztortól, akit én nagyon bölcsnek tartok, hogy oda mentek hozzá emberek, friss keresztények, sok kérdéssel, tele vannak kérdéssel, és akkor megkérdezte ezt, meg azt, és hát egy-két dologra, amire tudott, válaszolt, és volt olyan, amit meg tudta volna válaszolni neki, de tudta, hogy nem kell. És azt mondta, hogy tedd fel ezt a kérdést egy polcra, és majd visszatérünk erre majd később. És az ember azt úgy gondolta, hogy hát miért nem akar nekem válaszolni, teljesen fel volt háborodva. Nagyon jót tesz néha nekünk, amikor nem keressük a miérteket, vannak kérdéseink, nem értjük, és nagyon jót tesz, hogyha Istenre bízod ezt a dolgot, és félreteszed ezt a kérdést, az Úr meg fogja mutatni majd, és vannak dolgok, amiket most, Jézus mondta, hogy vannak dolgok, amiket most nem szenvedhettek el, vannak dolgok, amiket most nem értetek meg, később majd megértitek. Vannak dolgok, amiket nem muszáj kutassat, hogy mi miért volt most, kicsit tett félre, az Úr meg fogja ezt majd később neked mutatni. De bátorítalak, hogy döntsd el, hogy merre mész, hogy
hogy megingathatatlan legyél. Azt mondja az ige, hogyha nehézségen mész keresztül, és hát az Úr legyen irgalmas hozzám, a példabeszédekben van. Mindegy, az én szavaimmal fogom elmondani, nem emlékszek pontosan, hogy van az ige, meg az se, hogy hol van, hogy amikor nyomorúságon mész keresztül, és ez nagyon rosszul érint téged, akkor azért van, mert kevés a te erőd, hogy gyenge vagy, hogy szellemben gyenge vagy. Amikor nehézségeken mész keresztül, és ezek nagyon megviselnek téged, ez azért van, mert a szellemed gyenge, és Isten azt szeretné, hogy erős legyen a szellemünk. Amen. Egy erős szellem átsegíti az embert a nehéz időszakokon. Igen? Elfelejtettem, hogy itt van az élő konkordánciánk. Példabeszédek 24-10. Halleluja. Igen. Csak kérdeznem kellett volna. 24. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúság idején, szűk a te erőd. Hát, hogyha lágyan viselted magadat, én ezt így értelmeztem, hogyha mikor keresztül mész nyomorúságos helyzeteken, és elgyengültél, és nagyon rosszul érintett, és nagyon megviselt téged a dolog, ez azért van, mert szellemben nem vagy túl erős. Isten szeretné, hogy erős legyél. Az erős szellem átvisz téged nehézségeken. Jézus szembe kellett nézen bizonyos dolgokkal. Fájdalmakon, kínokon kellett keresztül menjen, és ezt örömmel tette. Azt mondta, hogy az előtte lévő örömre tekintett, és örömmel letette az ő életét, és azért tudta ezt megtenni, mert szellemben erős volt. Épp ma hallgattam Isten egyik szolgálóját, aki azt mondta, hogy a gyenge emberek, lehet, hogy fizikailag erősek, meg ki vannak gyúrva, meg nagynak tűnnek, de akik belül gyengék, azok bántanak másokat. Mert a szellemi ember, a szeretettel teljes ember nem okoz kárt, nem okoz fájdalmat az ő fele barátjának. Azok az emberek teszik ezt, akik gyengék, akik szellemileg gyengék, nem túl erősek. De hányan vagyunk úgy, hogy hoztál egy döntést, és kell hozzál egy döntést. A helyzet az, hogy az életünk döntések sokaságából áll, mindig döntünk. Mindennel kapcsolatban döntünk. Milyen ruhát veszel fel, mit fogsz megenni, mit nem fogsz megenni, melyik sorozatot nézed meg, melyiket nem nézed meg, bekapcsolod a tévét, vagy nem kapcsolod be a tévét, tudod, hogy idő lenne indulni, elindulsz, vagy még maradsz 5 percig, vagy még alszol 5 percet. Az egész életünk döntések sokasága, és hidd el, hogy ez is egy nagy döntés, amit az embernek meg kell hozzon, hogy egy olyan minőségi döntést, hogy én ragaszkodok Istenhez. Hogy semmi nem szakíthat el tőle. Ha már megismerted őt, ha kijelentette Isten magát neked, akkor hozz egy döntést, hogy tudom, hogy kiben hittem. Amikor Pál újfent hajótörés szenvedett, és megjelent neki Isten egyik angyala, és azt mondta, hogy ne aggódj, Pál, mert a császár elé kell álljál, és Isten neked adta mindazokat, akikkel együtt hajózol. Hiába, hogy az emberek már 11 napja nem ettek semmit, hánykolottak a tengeren, és az életük miatt kétségbe voltak esve, Pál felállt, és azt mondta, jó reménységbe legyetek, atyám fiai, mert bízok az Istenben. Mert ő megjelentette, hogy meg fogunk maradni. Halleluja. Erre van szükséged, amikor nagyon-nagyon nehézségekbe kerülsz, az életed kockán forog, akkor itt van az ideje, hogy odafordulj Istenhez is. Amikor ő ad egy szót neked, kapsz egy rémát, amikor neked mond valamit, ez a réma, Isten kijelentést ad neked, és ha ő mondott valamit, hogy ebből ki fogsz jönni, akkor állj fel, nyugodtan egyél, örvendezzél, mert biztos lehetsz benne, hogy ki fogsz jönni, ha ő azt mondja, akkor ebből ki fogsz jönni, halleluja. Olvassuk együtt ezt a 7. verset, jó? Ha megtaláltátok. 3. És megingathatatlan az én szívem, ó Isten, megingathatatlan az én szívem, hadd énekeljek és dicsérjelek, halleluja. Olvassuk el még egyszer. Megingathatatlan az én szívem, ó Isten, megingathatatlan az én szívem, hadd énekeljek és dicsérjelek. Halleluja. Serkenj fel, én dicsőségem, serkenj fel, te lant és hárfa, hadd keltsen fel a hajnalt. Dicsérlek téged, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között, mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Halleluja. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Halleluja. Halleluja. Ugye milyen jó bízni az Úrba? Halleluja.
tört vethetnek, hálót vethetnek, lehetnek emberek, akik a te bukásodat keresik, ott vannak veled együtt, mosolyognak rád, de közben alig várják, hogyan tudnak kifúrni téged, hogyan tudnak becsapni téged, de ha az Úr veled van, ki lehetetlened, amen. Hálót vetettek, és ők esnek bele. Halleluja, vermet ástak, és ők esnek bele. Dicsőség Istennek, jó az Úr az övéihez. Halleluja. Halleluja. Az Úr felhozott egy igerészt. Én azt gondoltam, hogy ma itt az ideje, hogy tovább lapozzunk ezeknél a témáknál, de az Úr felhozott egy részt, és én ezért végtelenül hálás vagyok. Nem kell azon töprengjek, hogy miről legyen akkor szó, amikor az Úr megmutatja, hogy ez, akkor hú, de jó, dicsőség az Úrnak, úgyhogy örülök. Megint egy kicsit hosszabb igerészt fogunk nézni, úgyhogy kérlek, hogy vedd elő a Bibliádat, legéltesd Isten igén a szemedet, és lapozzunk el a 2. Korintus 11. fejezetére, jó? Kérlek benneteket. 2. Korintus 11. fejezet, és nézzünk meg itt Isten igét, hogy miket is mond nekünk. Hiszem azt, hogy Isten szelleme kijelenti azokat a dolgokat, amiket szeretne Isten szólni a mi szívünkhöz, és így szól itt az ige. Vaj, ha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot, sőt, szenvedjetek el engem is. Mert féltelek titeket Isten féltésével, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állassalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával becsapta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak attól az egyszerűségtől és tisztaságtól, amely a Krisztusban van. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit mi nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok alávaló a fő-fő apostoloknál. Ha pedig avatatlan vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben. Sőt, mindenben, mindenképpen nyilvánvalóká lettünk előttetek. Avagy vétkeztem-e, mikor magamat megaláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, hogy ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliumát? Bocsánat, szeretném kiemelni ezt a hármas verset, majd itt többet fogunk megnézni, hogy azt mondja, hogy féltelek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával becsapta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltávolodnak attól az egyszerűségtől és tisztaságtól, amely a Krisztusban van. Néha van, hogy prédikátorok prédikálnak, és nagyon bonyolult eszmefuttatásokkal próbálják bemutatni Isten igéjét, és amikor valaki nagyon bonyolultan prédikál, annak főleg van egy fő-fő oka, hogy nem érti, hogy miről beszél. Ezt tudom, én is csináltam ilyet, amit nem értek, és nem igazán tudom, hogy van, az roppant bonyolult, roppant összetett, és el se tudom magyarázni. És ezért többet beszélek inkább azokról a dolgokról, amit tudok, és kevesebbet, amit nem tudok még Isten igéről. Lehet, hogy szükséges lenne azokról a dolgokról is beszélni, de ha én nem értem, akkor nem sok értelme van erről másnak beszélni. Tehát Isten igéje, az evangélium, az roppant egyszerű, végtelenül egyszerű és tiszta. Amen. Jézus, amikor beszélt, azt mondja a Biblia, hogy az egyszerű emberek örömmel hallgatták. Nem kell doktori végzettség ahhoz, hogy megértsd Isten igéjét. Egy nyitott szív kell. Egy nyitott szív kell, és egy egyszerű gondolkodás. És azt mondja az ige, hogy ne hagyd, hogy túl bonyolultá tegyék Isten igéjét a számodra. Isten igéje valamikor egyszerű volt, és hadd maradjon ez ilyen egyszerű a számunkra. Ez nagyon fontos. 8-as verstől olvassuk tovább. Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy néktek szolgáljak, és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére senkinek. Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak, és rajta voltam, és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre. Krisztus igazsága bennem, hogy én ettől a dicsekvéstől nem esem el Akhája vidékén. Miért? Hogy nem szeretlek titeket? Tudja az Isten. De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől, hogy amivel dicsekszenek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává. Nem nagy dolog azért,
ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. Egy pillanatra szeretném, hogy itt álljunk meg, ugye ezek megint ilyen nagyon kiozanító igék, és megint csak ugye arról volt, sokáig hallottunk erről tanításokat, hogy szinte mindegy, hogy mit teszünk, mivel nem vagyunk törvény alatt, bármit teszünk, és a lényeg az, hogy legfeljebb ez azt abba kerülhet nekünk, hogyha olyan dolgokat teszünk, hogy hát úgy kevesebb jutalmat kapunk, és bemegyünk Isten országába, de hát üres zsebbe, míg mások lehet, hogy óriási jutalmakat vesznek át, és azt gondoltuk, hogy, vagy azt gondolhattuk ezek a tanítások alapján, hogy hát akkor végül is mindegy, mit teszek, mert végül is a legrosszabb annyi, hogy nem lesz jutalma. De kit érdekel, ha már ott vagyok a mennybe, ott azért biztos az se lehet olyan rossz, úgyhogy nekem az már tök jó. De itt az ige azt mondja, és nem is szeretnék semmit hozzáfűzni, csak olvassuk el figyelmesen a 15-ös versben, hogy nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. Ugye volt erről szó, most nem is szeretnék ebbe belemenni, hogy cselekedetek által üdvözültünk, vagy nem cselekedetek által üdvözültünk. Cselekedetek által el lehet veszíteni az üdvösséget, vagy nem lehet elveszíteni az üdvösséget. Az Úr erősen a szívemre helyezte azt, hogy ahogy a Kismurnak azt a tanítás sorozatát, amit elkezdtem lefordítani a megtérésről, azt folytassam, és leszeretném fordítani a következő részeket, és azt hiszem a másodikig megvan, és a harmadik meg a negyedik részben az Úr Kismur által foglalkozik kifejezetten azzal, hogy most akkor hogy is van ez az örök üdvösség, és ezek a kérdések, és nagyon szeretném, hogy legyen előttetek egy ilyen tanítás. Azt gondolom, hogy maximálisan megbízható forrás, de a legjobb az, mindegy, hogy milyen prédikátort hallgatsz, hogy vedd elő a Bibliádat, ne legyünk szellemileg lusták, és amikor olvasod, vagy hallgatod, miközben valaki prédikál, ellenőrizd le. Nagyon sokszor ugye el lehet követni azt a hibát, hogy innen-onnan kiragadunk egy-egy igét, és akkor olyanokat akarunk mondani vele, amit a Biblia nem mond, amit Isten igen nem mond. Ezért ne legyél lusta, ha föl lesz véve ugye ez a hanganyag, vagy videóanyag, és akkor meg tudod állítani, és ha bárhol kérdésed van, akkor megállsz, na nézzük csak, és akkor elolvasod azt az igét, tanulmányozhatod azt a részt, és szeretném, hogyha lenne egy meggyőződésünk az igazságról, hogy mit tanít Isten igé ezzel kapcsolatban. És ne emberek tanítását, nem a Kismurt, nem a Kenneth Hagin, nem engem, és senki más ne fogadjunk el, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusnak a tanítását fogadd el, viszont ezt vizsgáld meg, mert nagyon nem mindegy. Az ige nagyon sok helyen beszél olyan dolgokat, amiket eddig én átugrottam, és teljesen meglepődtem, amikor más felekezetből jönnek emberek, és arról beszélnek, hogy mi Istennek a neve, és hogy hívják Istent. És amikor megmutatod a Róma 10:9-10-et, akkor az... mintha ott se lenne, átnéznek rajta, mintha az nem lenne benne. Mi ne legyünk ilyenek, amikor Isten igéje ugyanilyen világosan mondja, mint a Róma 9:10, hogy mi a helyzet az üdvössége, hogy lehet elfogadni az Úr Jézus Krisztust, akkor ezt ne toljuk félre. Meséltem többször nektek, hogy a Blaha Lujza aluljáróba evangelizáltunk egyszer, és jött két ember oda hozzám, és azt mondta, hogy mi Istennek a neve. És mondtam, hogy hát Jehova. Igen. Elkérhetem a Bibliádat? Mondom, persze. Kinyitja az Ószövetségbe, valahol Istennek neve Jehova. Mondom, igen, tudom. És akkor így néz, mondom, én is mutathatok valamit a Bibliában? Jó. Kinyitottam a Róma 9:10-re, és odaadtam. Mondom, elolvasnád ezt itt nekem? És akkor megnézi, szállta a vallást, tesz az Úr Jézus, így összecsukta, visszaadta, és elszaladtak mind a ketten. Csak a Biblia volt, egy szót nem szóltam nekik, csak mondta, hogy megtennéd, hogy ezt elolvasod. És higgyétek el, hogy azok a tanítások, amiket hallunk, minket is ilyenné tesznek, hogy amit mindig is így hallottunk, ott van, de azzal nem foglalkozunk. De ha ott van, akkor azért nézzük már meg, jó, és ellenőrizzük le, és legyünk biztosak abba, amit hiszünk, ahogy olvastuk az előbb, hogy legyünk megingathatatlanok. Halleluja! Szoktuk ezt imádkozni csütörtökönként, hogy Isten adja meg nekünk, hogy az ő kegyelméből mindannyian álhatatosan, megállhassunk teljes meggyőződéssel Istennek minden akaratában. Hogy ez nagyon fontos, hogy ne legyünk bizonytalanok, hogy mi Isten akarata, hanem teljes meggyőződéssel is állhatatosan meg tudjunk állni Isten akaratába. Tudjuk, ehhez tudnunk kell, hogy mi az ő akarata, és akkor meg fogunk tudni állni ebbe az ő kegyelméből. Halleluja! Halleluja! Olvassuk a 16-ostól.
Ismét mondom, ne tartson engem senki esztelennek, de ha mégis, fogadjatok be, mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mint egy esztelenül, dicsekvésnek ezzel a merészségével, mivel hogy sokan dicsekszenek test szerint, dicsekszem én is. Magatok bölcsek lévén örömest eltűritek az eszteleneket, mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arcul ver titeket. Szégyenkezve mondom, mivel hogy mi erőtlenek voltunk, de amiben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők, én is. Izraeliták ők, én is. Ábrahám magvaje, én is. Krisztus szolgálja? Balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több verés, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián, 3-szor megkorbácsoltak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörés szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben, mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetnek gondja, ki gyenge, hogy én is gyenge ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne, én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Ezt így, amikor elolvastam, akkor így belegondoltam, hogy hűha, nagyon sokszor, hogyha olyan dolgokkal találjuk szemben magunkat, amik kellemetlenül érnek minket, akkor nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de néha feltevődik az a kérdés, vajon Isten akaratában vagyok én? Mert ha igen, miért történnek ezek? Mit gondoltok? Pál apostol Isten akaratában élte az életét? Igyekezett azt tenni, amire őt az Úr elhívta, és a többi dolgokat, ugye mondta, hogy mindent szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. És ezek ellenére, ezeken ment keresztül. Megkövezték, hajótörés szenvedett, veszedelemben volt itt, ott, mindenhol. Éhségben, bőjtörésben, hidegben, mezítelenségben, ezeken mind keresztül ment. És azt mondja, hogy ki gyenge, hogy én is gyenge ne volnék. Néha történik velünk egy kis nehézség, egy kis megpróbáltatás, ahogy az Erzsike prédikálta vasárnap, egy kis tűz, és akkor mondja, hogy meg ne rémüljetek ezektől a tüzektől. Jön egy kis baj, hányan hiszitek, hogy akkor nem kéne lágyan viselnünk magunkat, ahogy most már olvastuk, hogyha nyomorúság között ugye lágyan viseled magad, akkor kevés a te erőd. Hányan hiszitek, hogy nekünk meg kell erősítsük magunkat, és hogyan tudod megerősíteni? Meg vagyok győződve arról, hogy egy dolog az, hogy mi történik velünk. Az egy dolog. És lehet kellemetlen körülményeken keresztül mennünk, és nehéz dolgokat kell, hogy elviseljünk, megalázhatnak bennünket, és olyan helyzetekbe kerülhetünk, de az, hogy ez ránk milyen hatással van, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben attól függ, hogy mi mit gondolunk erről. Hogyan értelmezzük ezt a szituációt? Ki szereti, ha megverik? De úgy igazán, megkorbácsolják, az még jobb, ugye? De amikor az apostolokat megkorbácsolták, ők örömmel mentek el. Biztos vagyok benne, hogy nem azért örültek, mert nem fájt, úgyse fáj, úgyse fáj. Néha a gyerekek csinálnak ilyet, amikor ráverek egyet a fenekére, és meg se érzi, és akkor mondja, úgyse fájt, nem éreztem semmit. És hát ugye, ha nem olyat tett, akkor nem nagyon erőltetem, hogy mindenképpen érezze, csak ez ilyen jelképes volt, hogy lássa, hogy ezt úgy nem kellett volna. Biztos vagyok benne, hogy ezek a korbácsolások után ők nem így mentek el, hogy hú, nem is fájt. Lehet, hogy sebes lett a hátuk, és lehet, hogy vérzett, és fájdalmaik voltak. Hogy lehet ennek örülni? Csak egyféleképpen. Ha az igén keresztül
látod ezeket a dolgokat. És ők úgy tekintették, hogy Krisztusért szenvednek, az ő nyomdokait követik. Krisztus is szenvedett értünk, példát mutatott a számunkra, hogy mi is szenvedjünk, és nem vagyunk mentesek mindenféle szenvedéstől. Ez nem zene az én füleimnek, már bocsássatok meg, én nem szeretek szenvedni, mondtam nektek, de vannak olyan szenvedések, amiken igenis keresztül fogok menni, nem fogok félni ezektől, elébe fogok állni, és át fogok menni rajta, ha Krisztusért szenvednünk kell, ha Krisztusért valaki gyaláz és hazugságot mond, vagy emiatt bármit el kell veszítsünk, vagy el kell engedjünk, mert kiállunk az igazság mellett, az Úrért örömmel megtesszük bármikor. Amen. Hányan vagytok ezzel így, hogy az Úrért, ha kell szenvedjek, akkor szenvedni fogok, de ne felejtsd el, hogyha te ezt tudod megfelelő perspektívából tekinteni ezeket a helyzeteket. Ugye mondta ezt Erzsike, és prédikált ezt vasárnap, hogy senki ne szenvedjen, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. És hogyha a vétkeitekért tűritek el az arcúverést, milyen dicsőség van ebben, ugye? Hogyha valaki rosszat tesz, és ezért megbüntetik, és ezt eltűröd, hát nagy dolog. Még szép, hogy ezt eltűröd. De amikor igazságtalanul szenvedtek, akkor ennek örülnünk kellene. Mert ez kedves dolog Isten előtt. Én ezt nem gondoltam volna így régebben egyébként. Azt gondoltam volna, hogy Isten nem örül, ha igazságtalanságon kell keresztül menjünk. Nem örül, de kedves dolog, hogyha másra való, Istenre való lelkiismerettel keresztül megyünk igazságtalan szituációkon. És hogyha neked az kerül valamibe, és lehet, hogy vagytok olyanok közöttünk, és hallgatnak olyanok az interneten, akiket nagy veszteségért és nagy dolgokat kellett elengedjenek a Krisztusért, mert ők ragaszkodtak, hogy gyülekezetbe akarnak járni, ők ragaszkodtak az igéhez, és ezért ők el kellett engedjenek dolgokat, és ez fájdalmat okoz. Hiszem azt, hogy az Úr szólja ma hozzátok, hogy lásd az ő szemüvegén keresztül. Hányan hiszitek, hogy ez a földi élet nagyon hamar fog eltelni? És azt mondja, olyan, mint a pára egy pillanatig látszik, és utána nincs sehol, de nem lesz vége mindennek. Hányan hiszitek, hogy oda át találkozunk? Hányan hiszitek ezt, hogy van hova menjünk, és hogy ott viszont nem 70-80 évet fogunk eltölteni, hanem egy örökké valóságra leszünk ott, és ha most kiálltál az igazság mellett, hányan tudjátok, mondja az ige, hogy minden cselekedetünknek elveszük a jutalmát, akár jót tettünk, akár rosszat, és azt is mondja, hogy vannak olyan cselekedetek, amiknek a jutalmát még ebben az életben veszük el, de vannak olyanok, amikért a jutalmat csak odát fogjuk megkapni. De semmilyen jó cselekedeted, semmilyen cselekedeted, amikor kiálltál az ige mellett, az nem marad megemlítetlenül, jutalom nélkül, Isten meg fog jutalmazni. Ezért mondja Isten ige, hogyha valaki istenfélőn akar élni, és csak ebben a világban reménykedik, az minden embernél nyomorultabb. Ha te istenfélően akarsz élni, és azt gondolod, hogy minden, amit megkaphatsz, az csak ebben a világban van, akkor nyomorult életed lesz. Miért? Mert nagyon sok mindenért lehet, hogy nem most fogod megkapni a jutalmat. De Isten igazságos. Halleluja. És azt mondja, hogy a ti munkátoknak nagy jutalma van. Ezért ne csüggedj el, bármin mész keresztül megaláznak, szankciókat kell elszenvedjél, kirúgnak a munkahelyedről, nem engedik, hogy lássad a gyermekedet, bármi van az Úrért, ha nem a te hülyeséged miatt volt, hogyha nem a te hibád miatt volt ez az arcúrverés, hanem azért, mert te hittél Jézusba, akkor ezekért jutalmakat kapsz. Az apostolok, miután megverettettek, örömmel mentek el, hogy ők méltók voltak Krisztusért szenvedni. Halleluja! Hidd el, hogy keresztül lehet úgy menni nehéz helyzeteken, hogy örömmel jössz ki belőle. És örülhetsz közbe is. Halleluja! És attól, hogy más összeroppanna alatta, ez csak téged meg fog erősíteni. Hányan hiszitek, hogy ha te kellett volna ezeken keresztül menjél, amiket így olvastunk, ami Pállal történt volna, lehet, hogy elgondolkodtál volna, hogy akarom-e én ezt ennyire. Oké, hogy egyszer megvertek, kétszer, háromszor, aztán megköveztek. Tudjuk, hogy ez szinte sok tanító szerint ott egy csoda volt, hogy Pál feltámadt ez a kövezés után, mert ezek a kövezések ezek nem úgy szoktak menni, hogy úgy megdobálják őket, hanem addig, amíg látják, hogy még van benne egy szusz, és másnap ment prédikálni egy ilyen kövezés után. Hát én nem kívánom ezeket, de ami jön, azért, mert az igazság mellett állunk, hadd jöjjön. Halleluja. Tudom azt, hogyha valamit szenvedek, azt az Úrért, és nem szeretnék a saját hibámért szenvedni. Volt már valaki, aki a saját hibája miatt szenvedett? Nem föltétlen arcúverés, de lehet, hogy utána meg kellett igyed a levét annak, amit főztél,
Én sokkal inkább szeretném, ha szenvednem kell, csak az Úrért szenvedni. Amen. Hogy a saját hibáim miatt nem szeretnék szenvedni. Nézzük tovább. Tehát még egyszer, ki gyenge, hogy én is gyenge ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Vannak emberek, akik megbotránkoznak. Hallottatok arról a magról, amelyik a köves helyre vettetett, hamar kibújt a földből, hamar felnövekedett, de amikor nyomorúság vagy megpróbáltatás támadt az ige miatt, mi történt? Azonnal megbotránkozott. Amikor cselekszed az igét, és nyomorúság ér emiatt, akkor nincs ideje annak, hogy most megbotránkozzál, hogy megsértődjél. Hogy megsértődjél. Vannak emberek, és ezt olyan jó lenne, hogyha épp kérdeztem egyik szolgálótársamat nemrég, hogy XY-ról, hogy hú, remélem nem sértődött meg, és akkor így válaszolt a szolgálótársam erre, hogy ő nem tud megsértődni. Na jó, jó, de hát azért emberből... Ő nem tud megsértődni, és tényleg egy olyan emberről van szó, aki ezt úgy kivette a szótárából, hogy ő nem engedi meg magának ezt a luxust, hogy megsértődjön, nem tud megsértődni. Én láttam őt, mellette szolgáltam évekig, és láttam őt helyzetekben, tényleg nem sikerült őt megsérteni, nem hagyta magát, és ezzel nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy döntsd el te is, hogy ha történnek igazságtalan dolgok, nem muszáj megbotránkozzál. Ez egy lehetőség, az ördögnek egy botrány köve, amin megbotolhatnál, amin elcsúszhatnál, amikor feladhatnád, de ezekből erőt meríthetsz, ha ő ezeken keresztül tudott menni, anélkül, hogy megbotránkozzon, anélkül, hogy panaszkodjon, akkor ezt te is meg tudod tenni, akkor ezt én is meg tudom tenni. Amen. Ha dicsekednem kell, az én gyengeségeimmel dicsekszem. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudok. Halleluja. Olvassuk tovább. Damaszkuszban Aretás király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, akarván engem megfogni, és az ablakon át kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. A dicsekvés azonban nem használ nékem, rátérek a látomásokra és az Úr kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e nem tudom, hogy testen kívül-e nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig, és tudom, hogy az az ember, hogy testben-e, hogy testen kívül-e, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embereknek kibeszélni. Halleluja! Ő még élt, és elragadtatott a harmadik égig a paradicsomba. Hányan szeretnétek egy kis bepillantást kapni oda? Én roppant kíváncsi vagyok egyébként, hogy úgy hallottam már ezt azt, de úgy megtapasztalni a saját szememmel. Azt hiszem, hogy az Úr megengedte az ő kegyelmét, egy pillanatot láthattam, hogy mi van odalent, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi van odafent. Hiszem, hogy meg fogjuk egy nap látni, de olyan jó lenne még előtte is egy kis ízelítő belőle, és hiszem, hogy hatalmas az Úr kegyelme. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjak, tövis adatot nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ez el tőlem, és ezt mondta nékem. Mondta már neked ezt az Úr? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én kifejezetten nem szoktam örülni annak, amikor egy olyan helyzettel találkozok, ahol látom, hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni. Ez frusztrálhatná az embert, és rosszul érinthetné, de minket, hívőket nem lenne muszáj, hogy így érintsen, amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk. Mivel kaptuk már Istentől az ő igéjét, ezért tanulhatunk mások tapasztalataiból, és azt mondja itt az Úr, hogy nem az Úr, hanem Pál apostol mondja ezt, bocsánat, hogy nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Most figyelj, Pál apostol így ment keresztül ezeken a dolgokon, amiket az előbb olvastunk. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Valaki hallotta már ezt az igéből, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Emlékszem, hogy egyszer évekkel ezelőtt prédikáltam itt, és valaki fölháborodott. Hát azt hogy lehet? Hogy lehetne a kísértésnek teljes örömnek tartani? Valakit megtette. Valaki ő előtte is megtette. És sokan ő utánuk is megtették, és mi is ezt megtehetjük, amen. Hányan hiszitek, hogy ez egy döntés kérdése, hogy hogy tekintek a helyzetre? Hogy teljes örömnek tartom, hogy gyönyörködök benne, ó, de jó uram, hogy gyenge vagyok, már megint itt van egy nagyobb probléma, mint amivel el tudok bánni. Köszönöm, uram, hogy megengedted, hogy a te erőddel keresztül mehessek ezen. Ó, dicsérlek, uram, magasztalak. Köszönöm, hogy egy ilyen gyógyíthatatlan betegséget az utamba. Tudom, hogy veled le tudom ezt győzni. Olyan jó vagy, uram, dicsőség neked, uram. Halleluja. Köszönöm, uram, hogy ez a számla akkora, hogy az összes pénzemet összerakva nem tudom kifizetni, de tudom, hogy veled minden lehetséges. Ó, köszönöm, uram. Köszönöm, uram, hogy még ha ki is rúgnak a gyülekezetből, te soha nem hagysz el engem. Dicsőség neked, uram, hogy te mindig velem vagy. Úgy örülök, uram. Dicsőség neked, uram. Gyönyörködsz az Úrba. Akkor lehet csak gyönyörködni, a fizetésemelést kaptál. Akkor lehet gyönyörködni, hogyha megkaptad azt, amire a leginkább vágytál. Vagy lehet, hogy tudsz akkor is örvendezni, amikor szomorúságon, amikor nyomorgattatáson kell keresztül menjél. Hidd el, hogy attól függ, hogy hogyan tekintesz a helyzetre. Nem láthatom a gyermekemet, jaj, de rossz nekem, vagy azt mondod, hogy én még találkozni fogok vele. És az Úr kárpótolni fog minden egyes percért, minden másodpercért. A megaláztatásunkért mit kapunk? Tessék? Kettős jutalmat kapunk. A megaláznak az Úr Jézusért minősítettek az áldásokra. Halleluja, nyugodtan csak gyalázzatok, mondjatok mindent rólam az Úrért. Ezzel csak egy jobb helyzetbe hoznak téged. Halleluja! És hogyha ezt látod, az ördög ellopott valamit tőled, és akkor sírhatsz amiatt, vagy követeled a hétszeresét, és azt mondod, hogy dicsőség Istennek. Az ördög most tett egy szívességet nekem. Dicsőség Istennek. Halleluja! A hétszerese jön vissza hozzám. Amen. Hogyha mi hiszünk az Úrba, és az ő igényén keresztül látjuk a dolgokat, mindegy, hogy mind megyünk keresztül. Ha éppen jó dolgok történnek velünk, halleluja! Ha éppen sok nehézségen mész keresztül, halleluja! Amen. Tehát még egyszer szeretném olvasni, és emlékeztek, az elején megvaltuk, hogy mindezt meg tudom tenni, amit Isten igen mond, hogy meg tudok tenni. Isten nem személyválogató, hogyha Pál meg tudta ezt tenni, akkor ezt te is meg tudod tenni, én is meg tudom tenni. Jézus azt mondta, hogy azok, akik hisznek én bennem, azok is cselekszik ugyanazokat a cselekedeteket, és még nagyobbakat is. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus is az előtte lévő örömre való tekintettel keresztül tudott menni mindazon. A sok szörnyűségen, amin neki keresztül kellett menjen, nem a szörnyűségekre tekintett, nem a megaláztatásokra tekintett, hanem az előtte lévő örömre tekintett. Hányan tudjuk a szemünket levenni az orrunkról, és csak azt nézni, hogy most mi történik, most hogy érzem magam, és egy kicsit tovább gondolni, egy kicsit följebb emelni a tekintetünket, hogy én már nem sokáig vagyok itt. Az életem annyi, mint a pára, ezek az évek pikpak eltelnek, de én ott leszek az Úrnál. És az Úr meg fogja veregetni a vállamat, hogy jól van én, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Halleluja. Hányan tudjuk azt megtenni, hogy vedd le a szemed arról, hogy hogy érzed éppen most magad? Az ördög erre akar, hogy test szerint járjál. Hogy az érzéseid, mire van szükséged, mit akar a tested, most éhes vagyok, most fáradt vagyok, most nem érzem jól magam, most ezért nem megyek, most azért nem csinálom, most azért nem engedelmeskedem, most nincs kedvem, most... Mindig lehetne valami. Hányan tudjátok, hogy nekünk néha föl kell venni ezt a egyenruhánkat, szellemi egyenruhánkat, és azt mondani, hogy nem érdekel, hogy van a hasam, nem érdekel, hogy éppen hogy érzem most magamat, nem érdekel, hogy ez fáj megtennem. Arra az örömre tekinteni, ami majd következik. Olvassuk egy kicsit még tovább. Ja, bocsánat, ezt meg akartam ismételni, 10-es verset, hogy annak okáért, 9-estől, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Dicsekedvén balgataggá lettem, ti kényszerítettetek rá, mert néktek kellett volna engem ajánlanatok,
mert semmiben nem vagyok alávaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi vagyok. Halleluja. Hányan hiszitek, hogy ez az alázatosság? Elmondja, hogy oké, Isten elhívott, és nem vagyok rosszabb, meg kisebb, semmivel a fő-fő apostoloknál, de egyébként semmi vagyok. Amen. És hányszor elmondta, hogy senki ne tekintsen többnek, mint amit lát vagy hall tőlem, ezért nem is beszélek olyan dolgokról. Lehet, hogy apostol vagyok, de egyébként egy senki vagyok, ugyanúgy egy átlag ember vagyok. De azt mondja, hogy apostolságom jelei megbizonyosodtak közöttetek teljes álhatatosságban, jelekben, csodákban és erőkben is. Mert micsoda az, amiben megkárosodtatok a többi gyülekezetek mellett, hanem ha az, hogy én magam nem voltam néktek terhetekre. Bocsássátok meg nékem ezt az igazságtalanságot. Ímé harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagy örömest hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelketekért, még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem. Ezt jó lenne majd kimondjuk mi is, de hogy gondolkodj el azon, hogy ő azt mondja, hogy én pedig nagy örömest hozok áldozatot. Hozok áldozatot. Ha valamiről én le kell mondjak azért, hogy ez neked jó lesz, akkor én ezt nagy örömest hozok áldozatot, magamat is feláldozom. Hányan vagyunk arra készek, hogy magamat feláldozzam, hogy én lemondok dolgokról, inkább én szenvedek, én maradok le, de a másiknak jó legyen. Vagy azt mondjuk, hogy és velem ki foglalkozik? És tőlem ki kérdezi meg, hogy én nekem van-e valamire szükségem? Hogy nekem fáj-e valami? Én tőlem ezt ki kérdezi meg? Hányan látjátok, hogy ez nem a szellem beszél így, hogy és velem kitörődik, és az én problémámmal ki foglalkozik? Nagy öröm. Van valami különbség? Nagy örömest hozok áldozatot. Sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Készek vagyunk-e a Krisztust követni abba, hogy ha kell, feláldozunk némi kikapcsolódási időt, némi olyan jó dolgokat, amikben részünk lehetne azért, hogy valaki másnak is legyen ebben része. Hogy azt a jót, amivel minket Isten megáldott, hogy megosszuk másokkal. Hajlandóak vagyunk-e? Vagy azt mondjuk, hogy ez az enyém, és ezt senkinek nem adom. Pál apostol azt mondja, hogy én pedig nagy örömest. Olvassuk együtt kérlek a 15-ös verset, jó? Hogy én pedig nagy örömest hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelkeitekért, még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem. De ám legyen, hogy én nem voltam terhetekre, hanem furfangos lévén csellel fogtalak meg titeket. Avagy, akiket hozzátok küldtem, azok közül valamelyik által kifosztottalak-e titeket. Megkértem Titust, és vele együtt elküldtem amaz atyafit, talán kifosztott titeket Titust? Nem egy azon szellemben járunk-e? Nem azokon a nyomokon, ne? Azt hiszitek megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat, az Isten előtt Krisztusban szólunk, mindezeket pedig szeretteim a ti épülésetekért. Mert félek. És most figyeljetek, érdekes, ugye megint olvasunk, mint a múlt héten is olvastunk, csak az igét így folyamatában, hogy nem kiragadva, megint visszatér arra. Mert félek, hogy ha oda megyek, nem talállak majd olyannak, amilyennek szeretnélek. És engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek, hogy valamiképpen versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek közöttetek. Hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti közöttetek, és sokakat meggyászolok azok közül, akik korábban vétkeztek, és meg nem tértek tisztátalanságukból, paráznasságukból és bujaságukból, amit elkövettek. Tehát még egyszer olvasom, hogy Pál apostol írt nekik a megtérésről és ennek a fontosságáról, és azt írja, hogy félek, hogyha oda megyek, 20-as vers, nem találok olyannak, amilyennek szeretnélek, és engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek, hogy valamiképpen versengések, irigységek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek közöttetek,
hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti közöttetek, és sokakat meggyászolok azok közül, akik korábban vétkeztek és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, amit elkövettek. Nem szeretném nagyon magyarázni ezeket, de Isten igen mondja ezt, ugye? Amúgy ezt a bujaságot, ezt kiírtam magamnak, mert én ezt nem nagyon értettem, ezt a szót, és kicsit utána néztem, és szó szerint az egyik jelentés ennek a bujaságnak, amit én a leginkább értek, ez a féktelenség, ez a bármit lehet, bármit szabad. Ugye olvastuk ezt a Judás leveléből, hogy belopóztak némely emberek, akik Isten kegyelmét bujálkodásra fordították, és a végén az egyedüli Urat és a Krisztust megtagadták. Ugyanez a szó van itt, és itt azt mondja, hogy megaláz engem az én Istenem, ti közöttetek, és sokakat meggyászolok. Ezúttal harmadszor megyek hozzátok, két vagy három tanúvallomás alapján megáll minden dolog. Előre mondtam, és előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most is távollétemben írom azoknak, akik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogyha ismét oda megyek, nem leszek kíméletes. Mert hát a bennem szóló Krisztus bizonyságát keresitek-e, aki irányotokban nem erőtlen, hanem hatalmas ti bennetek, mert noha megfeszítetett erőtlenségben mindazáltal él Istennek erejéből, és noha mi erőtlenek vagyunk ő benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből ti nálatok. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van. Halleluja! Tehát azt mondja, hogy vizsgáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van, kérdőjel, de folytatódik, kivéve, ha méltatlanok vagytok. Megnéztem ezt is, hogy mit jelent ez a méltatlannak lenni, mert ez megint csak szerintem egy olyan szó, aminek az értelme az idők során változott, hogy méltatlan, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, és ez ilyen jó kisugárzású szó is lehet, hogy én ilyen kis alázatos vagyok, én nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám, és akkor milyen jó, hogy te ilyen kis méltatlan vagy, te ilyen kis... De ez a szó azt jelenti, szószoros értelmében, hogy alkalmatlan, használhatatlan, megbízhatatlan. Ez nem alázatost jelent. Nem azt jelenti, hogy milyen jó, hogy te így megaláztad magad, hanem azt írja, hogy alkalmatlan. Tehát, hogy, és ha így olvassuk, azért egész más értelme lesz ennek az igerésznek. Tehát azt olvastuk, ugye, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van, kivéve, ha alkalmatlanok, használhatatlanok, megbízhatatlanok vagytok. De remélem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk alkalmatlanok, használhatatlanok, megbízhatatlanok. Az Isten pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek, nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek. Mi pedig, mint egy méltatlanok legyünk. Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtlenek, ti meg erősek vagytok, ezt pedig kérjük is, hogy ti tökéletessé váljatok. Azért írom ezeket távolétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem, ama hatalom szerint, amelyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra. Halleluja! Isten adott neki hatalmat. Ő fő-fő apostol, noha senki, és azt mondja, Isten adott neki egy hatalmat, és ezzel a hatalommal felléphet, de ezt a hatalmat mire kapta? Segítsetek nekem. Nézzük meg, tehát 10. vers. Azért írom ezeket távol létemben, hogy jelen létemben ne kelljen keményen viselkednem, ama hatalom szerint, amelyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra. Az a hatalom, amit te vagy én, vagy bármelyikünk, lehet az apostol, lehet evangélista, lehet pásztor, tanító, vagy bármi, mire kapjuk? Építésre és nem rontásra. Végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete
és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Amen. Halleluja. Hát ez egy ilyen nagy levegős rész volt. Dicsőség Istennek. Halleluja. Óha. Hát majd folytatjuk. Még lenne egy csomó jó dolog, amit így nagyon szívesen megosztanék, de az időnk az eléggé... Halleluja, eléggé eltelt. Az egyik igét azért még szeretném megosztani, amit vasárnap így az Úr megmutatott. Én ezen így nem is gondolkodtam. Vasárnap prédikált erről az Erzsike, és megértettem ebből valamit, és annyira örülök. Hiszem azt, hogy Isten nektek is ad kijelentéseket, akár itt, akár a nagy gyülekezetben, akár amikor olvasod a Bibliát, de olyan jó, amikor megértesz valamit, ugye? Ez az Abcsel 20:32-ben van az egyik ige, amit így Isten egy kicsit megvilágosított, és... Az imaköröseinknek mondom, akik itt szoktatok lenni, lehet, hogy ezt az igét is be kéne vegyük azokba az igék közé, amiket megszoktunk vallani rendszeresen. Például ez, hogy mindannyian megállhassunk teljes meggyőződéssel Istennek minden akaratában. Ehhez hasonló ez is, hogy 32-es vers, hogy és most atyám fiai, ajánlalak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Halleluja, ezt az ajánlalak szó, ez nekem megint egy kicsit ilyen érthetetlen volt, hogy ajánlak, hogy ez mit jelent. Megnéztem így több fordítást, és az egyik, talán a King James fordítás szerint ezt így lehetne fordítani, hogy az ő gondjaira bízlak. Átadlak az Úrnak, az ő gondjaira bízlak. Tehát, és most, atyám fiai, ajánlalak titeket Istennek, és az ő kegyelmessége igéinek, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Halleluja! Hányan hisztek ezt, hogy ő az, aki adhat nekünk örökséget? Ő az, és az ő igéje az, ami megtart bennünket, ami felépít. Halleluja! 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 Még egy utolsó igerészt engedjetek meg, és akkor... letesszük ma az igét. Ez a Kolosse beliekhez írt levél 3. fejezet 13-as versétől. De lehet a 12-estől is nézhetjük egyel előbbről. Kolosse 3:12-től. Öltözzétek fel azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Halleluja! Nagyon sajnálom, hogy erre nem jutott ma időnk. Jó lett volna erről még egy kicsit, az Úr tanít bennünket. A Krisztusnak igéje lakozék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Gondolkodtatok-e azon, hogy amikor mondjuk eljössz a gyülekezetbe, vagy találkozol a testvérekkel, és ugye nagyon sokszor, főleg manapság, általában ugye, hogy kezdődik egy beszélgetés, szia, hogy vagy? Most vagy kösz jól, vagy? Azt mondja, hogy Krisztusnak igéje lakozik bennetek gazdagon. Minden bölcsességben, tanítván, intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak. Azt mondja itt az ige, hogy legyél teljes az igével. Amen. Legyél teljes az igével. Ez vajon mit jelent? Amikor tele vagy az igével, és kinyitod a szádat, mi fog kijönni belőled? Nem az, hogy itt fáj, meg ott fáj, meg gyenge vagyok, meg fáradt vagyok, meg annyi minden történik, hanem mi fog kijönni a szádon? Az ige fog kijönni, a zsoltárok, a dicséretek, az örömének. Képzeld, egész nap ezt a dalt énekeltem. Halleluja, dicsérem az Urat. És akkor, azt mondja az ige, hogy ezek tele kéne legyünk, bennünk kéne lakozzon gazdagon. És a hála. Képzeld, olyan jó az Úr.
Megkérdezik, hogy vagy? Ó, dicsőség az Úrnak! Képzeld, mit tett az Úr! És már mondod, dicsőség az Úrnak, és olyan hálás vagyok, és annyira köszönöm, és olyan jó az Úr. Ezzel vagyunk tele. Egy példát, hogy ezt így hogy lehet értelmezni a hétköznapokban. Hányatoknak van autója? Ugye az autó üzemanyaggal működik, és ha szeretnénk, alapvetően az is kell hozzá. Sok minden kell, de ha az nincs benne, akkor nagyon nem megy. És én emlékszem, hogy régen nem tudom, hogy miért, mindig azt szoktam csinálni, hogy kicsiket tankoltam az autóba. Én még régen ilyen 2000-enként tankoltam, és ez úgy kellett, hogy minden nap tankoltam 2000. Nem is értem, hogy miért csináltam ezt így. Hosszú éveken keresztül mindig 2000-enként tankoltam, minden nap. Na mindegy, ezt csináltam mindig. És akkor így egy csomó pénzt eltankoltam attól függetlenül, hogy most csak 2000-et raktam bele ma, és holnap is 2000-et. És egy idő után az Úr szólt nekem, hogy én ugyanezt csinálom szellembe. Aztán amikor mentek följebb az üzemanyagárak, már ilyen 5000-enként tankoltam, és két naponta, de ugyanez volt a történet. És az Úr szólt hozzám, hogy miért csinálom ezt? Miért kell mindig a minimumon menjen az az autó? És hogyha valahova hirtelen el kell menni, bármit kell csinálni, akkor most hogy tudok, gyorsan menjek tankolni, mert nem fogok oda tudni elmenni. És az Úr adott látást is, sokszor voltunk a Jim Pastorral, meg az Erzsikével szolgálni, és ők nem így csinálták. Tudjátok, hogy csinálták? Mindig tele volt a tank. Menni kellett, mindig tudtunk egyből indulni. Hogyha hazaértünk, az első dolguk az volt, hogy újból tankoljuk tele az autót. És az Úr azt mutatta, hogy én ugyanezt csinálom szellembe, hogy ugyan minimumon megyek, és ha valami hirtelen megbízás jön, akkor gyorsan tankolnom kell, hogy tudjak menni. És rájöttem, hogy lehet, hogy még vannak ezzel páran így, akik úgy éppen csak annyi igét viszünk be, amit kell ahhoz, hogy étlen ne halljunk, és épp, hogy csak egy-két igét, épp egy kicsit, és akkor ilyen minimumon megyünk, és ha valami extra megpróbáltatás jön, akkor gyorsan kell olvassuk a Bibliát, mert nincs tartalék. És eldöntöttem, hogy akkor én ebbe a fizikai síkon is, és a szellemi síkon is fogok változtatni. Ezért most valóban azt csinálom, amit a Jimmektől is láttam, teletankolom az autót. Úgyis mindig mindenhova elmentem, ahova akartam, nem mindegy, hogy most tele van tankolva, vagy utána kell tankoljak mindig, és így mindig teletankolok, és igyekszem a szellemiekben is, hogy legyen a szívem tele az igével, és hogyha valahova menni kell, akkor ne kelljen kapjak a Bibliám az Úristen, miről fogok beszélni, mit fogok mondani, hanem legyek tele, és inkább az Úr hozza elő azt, amit akar. Tehát ezt szeretném még egyszer ajánlani mindannyiotoknak. Ha kicsidenként tankolsz, azt mondja az ige, hogy ha nem szereted azokat, akiket látsz, miként szereted azt, akit nem látsz. Ahogyan viselkedsz az emberekkel, úgy viselkedsz Istennel. Ahogyan bánsz a fizikai dolgaiddal, csak mondok egy példát, ha mindig rendetlenség van az asztalodon, a szekrényedben, a lakásodban, akkor ott belül is rendetlenség van. Ha rendet tartasz ott, akkor rend van belül is. Ez egy visszatükröződése annak, ami belül van. Ha rendezett vagy, hogyha ápolt vagy, hogyha fresh vagy, olyan vagy belül is, hogyha ilyen elengeded magad és nem törődsz magaddal, ez azért van, mert belül sem törődsz magaddal. És ez egy visszatükröződése. És ezért nyugodtan fordíthatsz némi figyelmet arra, hogy hogy nézel ki kívülről, mert a belső dolgok is így meg fognak változni. És ahogy a külsődön változtatsz, változtass a belsőn is, a szokásaidon. Tegyél időnként nagy takarítást a lelkedbe, a szívedbe, és akkor fejezzük be az utolsó igével, hogy és mindent, amit csak cselekszetek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Halleluja. Mindent, amit csak cselekszetek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében. A Jézus nevében nem tudnánk ilyet tenni, ugye, ha elgondolkozol, hogy ezt, amit most készülök tenni, ezt az Úr nevében teszem. Hogy fogok megállni az Úr előtt, hogy azt mondtam, hogy ez az Úr haragja volt, Uram. Igen. Hát mindent, amit csak cselekszetek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Halleluja. Álljunk fel. Atyám, a Jézus nevében hálát adunk a Te igédért. Hiszem, Atyám, hogy Te szóltál a szívekhez. Köszönöm, Atyám, hogy Te még nem végezted be a munkát. Lehet, hogy vége van ennek az Isten tiszteletnek, de Te még továbbra is munkálkodsz. Hiszem azt, Atyám, hogy azok, akik hozzád jöttek, azokat Te elégíted meg, Uram, a Jézus nevében. Köszönöm, hogy nem vagy lekorlátozva rám. Köszönöm, hogy mi alatt én bármiről beszélek, Te szolgálhatsz mindenki felé, Atyám. És köszönöm, hogy Te végzed a munkát. Minden hálát, minden dicsőséget Te neked adok, édesatyám. A Jézus nevébe köszönjük az igédet, köszönöm, hogy a Te romolhatatlan igéd jó földbe hullott, és köszönöm, hogy gyökeret ver, hogy felnövekszik, hogy 30-60-100-szoros gyümölcsöt fog teremni, Atyám. Köszönöm, Uram, a Jézus nevében,
Hálát adok, hogy a betegségek, a fájdalmak eltakarodtak. Köszönöm, atyám, hogy te megerősíted az igédet jelekkel és csodákkal, amelyek követik, atyám. Dicsőséget és hálát adunk neked. Köszönjük, uram, a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a pusztában, a viharokban te nem hagysz magunkra, hanem ott vagy velünk, hogy megerősítesz, hogy amikor gyengék és erőtleneknek érezzük magunkat, akkor erősek vagyunk, mert a te erőd megnyilvánul, atyám. Köszönjük, atyám, hogy a megpróbáltat és kérünk is téged, atyám, erre, hogy segíts, hogy a megpróbáltatásokat örömnek tudjuk tartani. Segíts nekünk úgy látni ezeket a megpróbáltatásokat, ezeket a nehézségeket, amiken keresztül megyünk az életben, hogy örömnek tudjuk tartani, hogy teljes örömnek tudjuk tartani, hogy gyönyörködhessünk ezekben. És köszönjük, atyám, hogy te vagy az igaz bíró. Magunkért nem állunk bosszút, hanem helyet adunk ama haragnak, ahogy megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, azt mondja az Úr. Uram, rád hagyjuk ezt, mi nem állunk bosszút, mi nem haragszunk, mi megbocsátunk mindenkinek, és tovább megyünk, atyám, és köszönjük, hogy te vagy az igaz bíró, és az ítéletünk tőled legyen, Uram. Te tegyél igazságot a Jézus Krisztus szent nevébe, mi téged követünk, utánad megyünk, tőled kapjuk a jutalmakat, neked szolgálunk, Uram, a Jézus nevébe, tiszta lelki ismerettel. Köszönjük, atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen, 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 amen.